Nori. Maga mögött jöttem, amikor idehozott minket. És valahogy így néztem ki. Igen, tudom. Igen, tényleg. És igen, így. Oké. Gyere le! És csukd be az ajtót. Ez mi? Az egyenruhád. Hol a menőkabát és pulcsi, amit a többiek kapnak? Az úgy van, hogy te hordhatod a saját menőkabátodat vagy pulcsidat. Ugye milyen izgalmas? Elméletben. Mi? Nem lesz egyedi színünk? Nem. Viszont kapsz egy asztalt. Szóval parancsolj, csüccsenj le, foglalj helyet. Mr. Scriff vagyok, és én felelek az UDM-ért. Miféle hely ez? Biztos ide kellett jönnöm. Te is elszúrtad a felvételét, mint mi. Nem, én odaszúrtam nekik. Fel se tudták fogni a varázserőmet. Vagy elszúrtad a besoroló vizsgát, mint ők. Ő füstöt varázsolt, nem pedig tüzet. Ő ellökte a vázát, nem maga felé húzta. Ő fel tudott lebegni, de nem tudott leszállni. Te pedig nem tudtál csak macska maradni. Szóval feneked a székre. Most! De még úgy gondolom, hogy nem itt lenne a helyem. Én viszont határozottan tudom, hogy igen. Miért? Mert zizis vagy, és fura, és defektes a mágiád. Igen, mind ezért vagytok itt. A zizis, fura, defektes mágia miatt. Nem tudjuk, miért történik, nem is nagyon érdekel, miért történik, de ha így alakul, ide kerültök. Szóval üdvözöllek az ugyan, dehogy mágia suliban. Szóval az UDM akkor... Ugyan, dehogy mágia. Elismerésem, te egy igazi zseni vagy. Vagy inkább ugyan, dehogy vagy az. Legalábbis tudod, ami a mágiát illeti. De ne csüggedj egy kölyök, egy kis mázlival majd helyrehozzuk. Tényleg? Nem valószínű. Mármint talán, de nem jellemző. Lehetséges, de nem valószínű. De azért csak varázsolhatunk majd, ugye?